Lessing a felvilágosodás szelleméletének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője. Emilia Galotti című darabja 1772-ben született. A klasszicizmus szabályai szerint egyetlen nap alatt játszódik a történet, valójában a tíz parancsolatot járja végig. A szereplő Emilia Galotti egyszerű polgárlány, aki lenyűgözi a fiatal Appiani grófot és a város kormányzóját Gonzága herceget. A véletlenek apró rossz döntések sora alakítja a fordulatos történetet. Az előadás rendezője szerint a darab nagyon komoly, alázatos munkát igényel a művészektől. Bízom benne, hogy a, hogy a, hogy a nézők is ezt, ezt a fajta munkát majd értékelik, együtt tudnak jönni. Ugye a, van egy ilyen csodálatos dolog a színházban, a katarzis, az, az a felszabadulás a végén, amikor, amikor kifakadnak az elfolytott dolgok, és, és, ez, ez valami csodálatos, uh, uh, hát egy ilyen, egy, egy adag adrenalint ad, és én bízom ebben, hogy ez a darab tudja ezt. A tragédiában rejlő szenvedét még jobban felfokozza a színpad fehér díszlete. A jelmezek színeikben, anyagukban utalnak a 18. századi hercegi grófi világra, a karakterek azonban kortalanok. Emilia Galotti szerelmét, Appiani grófot, Lakatos Máté játsza. A gróf a művész szerint bár fiatal és tapasztalatlan, mégis megérzi az elmúlás fájdalmasságát egy tiszta emberről van szó, aki fiatal, talán naívan fiatal, vagy hát a, a fiatalságra jellemző naivitással él ebbe a világba, kevés tapasztalattal, viszont megérezte ezt a nagy általános emberi tapasztalatot, vagy, vagy érzést, vagy érzetet, ami mindannyiunkban van, és engedi, hogy, hogy magá tehát hogy ez magával ragadja, illetve hogyha, hogyha ebből indulok ki, akkor még azt tudnám elmondani, hogy, hogy a, amit, amit, a fejedelem vagy a herceg I és Ákos mond róla az előadásban, hogy, hogy, nem kinevetni kell azért valakit, mert képes az érzékeit vagy az érzéseit nyíltan felvállalni. A címszerepet Dézsi Darinka alakítja. A főbb szerepeket Horváth Réka, I. és Ákos, Vicei Zsolt és Horváth László Attila játszák.